Jó estét, jó szurkolást, itt Lali beszél, ezúttal ismét egy viszonylag ismeretlen őrült játékot láthattok, ami nem mellesleg a gyerekkorom egyik kedvenc demója volt, de még mielőtt belekezdenénk, ismeritek a Raid Shadow-t? A szóban forgó játék a Gooch Grandi's Ex Decathlon, és igen, valahol már itt érezhető, hogy ez nem egy hétköznapi játék lesz. A fejlesztő és egyben kiadó a Microforum, egy kanadai cég, akik eleinte adathordozókkal és multimédiás dolgokkal foglalkoztak, később megpróbálkoztak a PC-s és mobil játékokkal is, talán karrierjük csúcsának mondható ez az Ex Decathlon, amit 1997-ben adtak ki. A multimédiás múltnak és a korszellemnek köszönhetően a játék tele van videóbetétekkel, így konkrétan egy 2,5 perces indrót is kapunk, mert hogy kérem szépen itt történet is van. A címszereplő kanadai Gooch Grandi életében nyerhetünk betekintést, aki finoman fogalmazva és kissé el van veszve a modern munkaerőpiacon, és a drága mama rikácsolva kelti ki az ágyból. Jó reggelt kívánok! Köszönöm szépen édesanyám, ilyen kedvesen fölbírtál ébreszteni. Korán reggel, hajnali 7 órakor, hétfő hajnali 7 órakor fölébresztesz engem, hogy menjek mozdani. Minden a többiek is mozdani akarnak. Hát jöjjenek akkor mozdani, hát itt a mozdó, hát mi van, én mozdak kinek vízbe. Ő nekik meg talán még vizet is melegített, nem? Hagyjad már ezeket. Menjek-e munkát keresni? Na milyen munkát keresek, mi? Reggel 7 órakor, milyen munkát? Nincs is nyitva semmi. Hát hogy keresek munkát? Mennyi le munkát keresni? Olyan okos vagy, mennyi találjál munkát? Itt fog meresztül a picsára. És hát a fürdőszobából valamilyen párhuzamos dimenzióba kerül át, ahol Gooch Grandi konkrétan egy világsztár élsportoló, és az éves X10 próba épp most kezdődik. A főmenü elég minimalista, a háttér viszont egyenesen ocsmány, de mókás, hogy a kurzor egy pizzaszelet. A választható karakterek is elborultak, a kanadai főhős mellett itt van Larry Kong, aki egyébként egy harvardi tudós, aztán Buff Manly, a helyi cibóklaci, egyben Gooch Grandi legnagyobb riválisa. Az egyedüli nőstény a brazil Amazonia, aki egyfajta női Tarzan pszichikus képességekkel, itt van Jackaroo, az ausztrál kenguru boxkesztyűvel, és végül Fred, az alien, aki végeredményben csak az emberiség elleni hadüzenetet hozta, de ha már itt van, akkor részt vesz a versenyen is. A versenyzők eltérő erővel, sebességgel és kitartással rendelkeznek, ezeket láthatjuk a portréjuk alatt, de erről bővebben később. Választhatunk pár nemzetiség közül is, tök poén, hogy még a földön kívüli zászló is itt van, de mondjuk ennek az egész dolognak nem sok jelentősége van. Az egész játék tehát a bolondos 10 próba körül forog, itt vannak a versenyszámok, nézzük is őket. Elsőnek itt van a számítógép hajítás. A versenyszámok előtt mindig meghallgathatunk egy kis infót a feladatunkról, de igazából minden menet közben fog csak kiderülni. Itt a háttér tiszta Lost Vikings 2, amikor a Terminátoros világban vannak, és ezek a sirályok csodásak. Szóval itt pontosan az van, amit mindenki gondol, neki kell futni és minél messzebb hajítani szegény PC-t. Az egész játékban az iránygombok mellett mindössze 2 akciógombot kell használjunk, az egyiket gyorsan nyomogatva lendülhetünk sebességbe, a másikkal pedig eldobhatjuk, amit el kell. Minden próbálkozás után előjön ez a kis cingár komornyik, aki bemondja az elért távolságot. 3 próbálkozásunk van egyébként, de hál' Istennek az ellenfél próbálkozásait átugorhatjuk, ha a dobásuk előtt akciógombozunk. Vigyázni kell továbbá, hogy a megadott vonalat ne lépjük át, ugyanis akkor simán csak felrobbanunk. Valamelyik karakternek kicsivel nagyobb távolság kell, míg el tudja dobni a gépet, például a majom ezzel a kötéllel, vagy Fred a telekinézissel, így jól kell időzíteni. Mindezek ellenére ebben a versenyszámban kivétel nélkül mindig elpicsáztak. Az optimális dobása 45 fok körüli értéknél van a kézikönyv szerint, de akárhogy próbálkoztam, akármelyik karakterrel sosem tudtam akkorát dobni, mint az ellenfelek. Ez a dobás volt körülbelül a rekordom. És akkor itt egy dobás az ellenféltől. Ah, persze. Azt a kurva. Itt a kedvenc versenyszámom a falmászás, ez annó a demóban is benne volt, úgyhogy rengeteget játszottam ezen a pályán. Itt akárcsak az Action 52-s City of Doom-ban az a célunk, hogy elsőként jussunk fel az épület tetejére, miközben mindenféle kacatot dobálnak fentről, kezdve a sima virágoktól, a zongorán és üllőkön át, van még itt hóember, hűtőszekrény, tenger alattjáró, műhold és még próbafigurák is. Most 8 és 20 katona. Ha feljutunk a tetőre, akkor jön egy helikopter és elvisz minket,
Itt már van érezhető különbség a karakterek sebességét illetően, például Larry Kong gyorsabban mászik, mint a dagadt kanadai forma, de itt már aktívan harcolhatunk is. Minden karakternek van egy eldobható fegyvere, banán, kés, bumeráng, súlyzók, pizzaszelet, Fred meg konkrétan egy kis űrhajót vág a többiekhez. Ezek a fegyverek védekezésre is jók, hiszen fel tudjuk velük robbantani a felénk eső tárgyakat, ezen felül előre, illetve két oldalt átlósan is ledobhatjuk vele az ellenfeleket, akiknek ha elfogy az energiájuk, zuhanni kezdenek. Közvetlenül lefelé nem tudunk dobni, ők viszont felfelé igen, szóval érdemes figyelni a mini térképet és lehetőleg vigyázni arra, hogy ne legyünk az ellenféllel egy vonalban. Nagy ritkán esik majd felénk lőszer, illetve energiaital is. Alapból nálunk van még egy Power Pill, a legális doppingszer, ezt aktiválva rövid ideig begyorsulunk és talán az energiánk is gyorsabban töltődik vissza. Ennél a versenyszámnál én azt a taktikát alkalmaztam, hogy majdnem a legelején előttem a doppingot és megpróbáltam kb. Középre helyezkedni, így majdnem mindig sikerült megnyerni a dolgot. A harmadik versenyszám a víziló tologatás, ahol egy érdekesen kinéző vízilovat kell elsőként a célvonalon túlra lögdösnünk. Ez van egy külön képességünk és elég decensen fogyasztja az energiánkat, úgyhogy sokszor meg kell állnunk majd pihenni egy kicsit. A fair play jegyében természetesen át lehet osonni az ellenfél vonalába és szépen kiüthetjük a kollégákat, sőt a többi vízilovat is ki lehet káózni, ekkor meg kell várniuk, míg újra talpra áll a szerencsétlen hippó. Összességében viszont a legjobb, amit tehetünk, az az, hogy csak a saját dolgunkra koncentrálunk, ugyanis amint átlépjük a sávunkat, az ellenfél is megkergül és folyamatosan jönni fog utánunk, és hiába ütjük ideiglenesen az összes ellenfelet, arányaiban sokkal hamarabb talpra fognak állni, és a maradék pedig esetlegesen beoszthatatlan előnyre tesz szert. Sajnos az sem játszik, hogy kiütsz mindenkit és a legelőrébb lévő vízilovat viszed be a célba, csak a saját víziló érvényes. Aztán itt van a tripla doggy jump, ami mechanizmusát illetően ugyanaz, mint a PC dobás, csak itt háromszor kell egymás után eltalálnunk a megfelelő szöget, hogy átugorhassunk a különböző kutyák és vérszomjas malacok felett. Az ellenfél is meglepően sokszor hibázik egyébként, de hiába a helyenként mókás ugrás animációk, ez a versenyszám nem lett a kedvencem, sőt, talán ez a legrosszabb az egész játékban. A víz alatti móka következik, ahol egy spoiler, víz alatti útvesztőn keresztül kell eljutni elsőként a célba. Az energia mellett természetesen az oxigén is nagy szerepet játszik, időről időre meg kell majd álljunk ezeknél a töltőállomásoknál. Ez nem mindig egyszerű, ugyanis elég precízen kell eltalálnunk a megfelelő pontot. Ha teljesen kifulladunk, akkor sincs game over, csupán iszonyat lassú sebességgel fogunk úszni, amíg fel nem töltődünk újra. Az útvonal minden újrajátszásnál más és más, egyedüli támpontunk a kis térképünk, ami már a felfedezett útvonalat mutatja. Alapvetően a három másik versenyző közül legalább egy véletlenül mindig a jó irányba fog elindulni, érdemes tehát őt követni egy darabig, a maradék egy-két versenyző pedig szinte kivétel nélkül úgy dönt, hogy a pálya legelején fog fuldokolni az egész verseny alatt. Ha megtaláljuk a helyesnek tűnő utat, akkor érdemes még jobban iparkodni, ugyanis a térképet az ellenfél is látja és onnantól a nyomunkban próbál maradni végig. Elvileg őket is le lehet dobni a fegyverekkel, de itt leginkább az élővilág ellen érdemes bevetni ezeket. Medúzák, angolnák és cápák próbálnak minket lelassítani, de tényleg csak ennyit csinálnak. Ha ledobjuk őket, akkor pár másodpercig nem fognak támadni. Úszni egyébként átlósan mindig gyorsabban fogunk, ezt érdemes szem előtt tartani, illetve a mókás animációkat is imádtam, ahogy Larry Kong csapkod a karjaival, meg Fred, aki pihenés közben különböző vízi állatokká alakul át, óriási. Full kontakt műkorcsolyázás következik. Igen, jól hallottátok. A célunk itt, hogy 3 perc alatt a legtöbb pontot begyűjtsük. Ennek legkönnyebb módja a korcsolya mutatványok kivitelezése, ezek érik a legtöbb pontot, viszont pofátlanul sok energiát felemésztenek. A full kontakt annyit tesz, hogy szanaszét bombázhatják egymást a versenyzők, ez igazából nem túl sok pontot ér, viszont ha nekik sincs energiájuk, akkor ők sem tudnak luccot pörögni, szóval ez is egy megoldás. Őszintén szólva a hangzatos cím ellenére egy igencsak lapos versenyszám ez, úgyhogy menjünk is tovább. Egy nagyon bizarr mód a 3D labirintus, itt különböző napszakokban egy állítólag 3D-s útvesztőben kell megkeresnünk egy kulcsot, illetve a kijáratot kell elsőként elérjük. A grafikai megvalósítás egy kicsit érdekes, de még mindig jobb az irányításnál, az iránygombokkal való fordulás már a 90-es években sem tetszett, de sajnos ez van. A térképen láthatjuk a már felderített részeket, az odatévedő ellenfeleket is, viszont a kulcsot nem nehéz eltéveszteni még akkor is, hogyha a kulcs nagyobb, mint maguk a játékosok. Ahogy már kitalálhattátok, amint valaki felveszi a kulcsot, az összes többi játékos rá fog szállni, mint légy a szarra, és vagy lekaratézzák egymást, vagy ledobálják pizzával, főleg akkor, ha a kaput is megtalálta valaki. Igen, a kapu ez az oroszlánfej. Mindezek tetejében egyes folyosókon megjelennek ilyen kőfejek, akik kőgolyókat köpködnek.
Ha egy ilyen eltalál, az energiavesztés a legkevesebb gond, a legnagyobb probléma az, hogy találatkor mindig a kőfe irányába fordulunk, ami több mint irritáló. Az egész játszma egyébként pontokért megy, ugyanúgy az ellenfelek lecsapásáért, sőt a kőfejek leütéséért is kapunk pontot, ezek mondjuk hamar újra teremnek. Ha eltalálnak, akkor veszítünk pontot, de igazából ez csak azt fogja befolyásolni, hogy az első helyet leszámítva hanyadikok leszünk, ugyanis a kulcsbirtoklása plusz 5000 pontot ér, ha pedig beérsz a célba, az plusz 3300, tehát esélytelen másképp nyerni. Ja, és egy kis tipp, mert nekem nem volt egyértelmű, ha megvan a kulcs és a kiárat, akkor eliállva csak az előre gombot kell lenyomni. Logikus. 8. versenyszám a platform kickbox, ami igazából ugyanaz, mint a műkorcsolyázás, mínusz a korcsolyázás. Itt célunk kékre-zöldre verni mindenkit, amiért pontokat kapunk. Opcionálisan lehetőségünk van az ellenfeleket lelökni a platformról, ezért rengeteg pontot kapunk, és ha minden ellenfelet lelökünk, akkor persze egyből győzünk is. Az irányítás a látszat ellenére egész jó, konkrétan csak nyomva kell tartani a támadás gombot és irányba fordulni, sokszor esélye nincs az ellenfélnek. E versenyszám mellett érthetetlen, hogy miért tették be a műkorcsolyásat, ez jóval mókásabb. Utolsó előtti versenyszám a gerely hajítás helyett a gerely elkapás. Itt ugyanúgy szabadfogású tömegverekedés az alaphelyzet, de fő feladatunk az időnként kilőtt gerelyeket összegyűjteni. A kis árnyékok segítenek tájékozódni, de sokszor bombák esnek le, jobb esetben lőszer, pénz vagy energiaital. Itt a harcolás valamiért kicsit darabosabb, mint a többi játékmódnál, így nem lesz könnyű kijutni minden ellenfelet, épp ezért megkockáztatom, hogy ez az egyik legizgalmasabb ilyen versenyszám. És végül a záróakkord, a roller derby. Görkorcsával kell két kört megtenni ezen az MDK nevű játékot idéző pályán. Itt figyelni kell az energiára, lejtőkön érdemes csak simán gurulni, illetve a kanyarodáskor használjuk a fékeket, mert könnyű neki menni a falnak. De, hogy ne legyen túl veszélytelen az egész, még elszórva aknák is jelen vannak, amik kellemesen lezúzzák az energiaszintet. Amúgy egész élvezetes ez a roller derby, viszont ez az egyetlen egy pálya van hozzá. Sajnos. Nos, ennyi volt a játék összes versenyszáma, de nézzünk meg akkor egy bajnokságot, végtérés ez a játék fő célja. A versenyszámok között Chip Binkley, a díjnyertes sportkommentátor tart fel minket és megpróbálja interjúztatni a versenyzőket. Ezek a videók teljesen véletlenszerűek, minden karakternek kétféle interjúja lesz egyébként. Őszintén szóval elég mókás egy-kettő, főleg a buffos, amikor dükezelési gondjairól van szó. Vagy szegény Fred, akinek fenyegetéseit sosem veszik komolyan. So, Fred, why did you choose this event? To make your mark on Earth. I am here to announce the coming slaughter of the people of Earth. Na de az úgymond eredeti sztorivonalat követtem, és Gucci kollégával vágtam neki a bajnokságnak. A versenyszámok mindig ugyanabban a sorrendben lesznek, az pedig azzal, hogy én bemutattam nektek őket. A PC dobást illetően nem változott sem a képességem, sem pedig a véleményem, úgyhogy itt egy erős utolsó helyen indítottam. Na de itt jön a csavar, a helyezéseknek megfelelően adott pénzösszeget kapunk, amit a versenyszámok között elkölthetünk. Vehetünk plusz lőszert, dopingpirulát és feltölthetjük az energiánkat, ez utóbbi szinte kötelező a legtöbb versenyszám előtt, úgyhogy ne sajnáljuk az 500 dolcsit rá. Ezen felül, ha nagyon gazdagok vagyunk, akkor fejleszthetjük karakterünk erejét, sebességét és állóképességét, ez már tényleg a luxus kategória, ha maxon van az energiánk és van legalább egy tablettánk, akkor megpróbálhatjuk ezeket is tuningolni, meg ugyebár néhány versenyszámnál felvettünk extra pénzt is, az megint csak segíteni fog. A falmászás erőlködés nélkül megnyertem, ez az évek, a rutin és a sport szeretete, ennyi. A vízilótologatásnál a dopingszer okos használata volt a nyerő, és bár végül a célvonal előtt kifulladt a nagyfiú, ez is első hely lett. A doggy jump igazából annyira szégyenletes lett, hogy meg sem mutatom nektek. A víz alatti labirintus is elég jól sikerült, Gucci elég lassú alapból, de jó nagy bele, azaz tüdeje van, így ritkán kell megállni levegőért. Műkorcsolya terén az elején annyi pontot összegyűjtöttem, hogy igazából ha egy helyben álltam volna utána, akkor is én lettem volna az első. A labirintusnál a vége előtt kicsivel elveszítettem a kulcsot, és nem sokon múlt, hogy én nyerjek, de végül ez a bolhás majom lett a győztes. Viszont platform kickboxnál megbosszultam az összes eddigi nem első helyezést. A majmot Fred ütötte ki, Fredet meg én. Itt mondjuk mini szívroham kerülgetett, de végül Amazonia is megkapta magáét, TKO-val nyert Gucci baby. Gerely elkapásnál már szorosabb volt a dolog, de végül ez is meglett. A roller derbyt pedig nehéz elszúrni, végeredményben pedig Gucci Grandi hű maradt e világi hírnevéhez, és ő lett az ex-Decathlon bajnoka. Érdekes, hogy a győzelmi képernyő mellett csak Gucci-nak van győzelmi videója. Gondolom a készítők is úgy gondolták, hogy végül is csak ez a dagadt koma a főhős. Bár én örültem volna a többi karakter videójának is, így legalább lett volna motiváció még egyszer végigvinni az egészet más karakterrel.
A játék sajnos nem nagyon komázza a modern operációs rendszereket. Elindul, de különböző grafikai hibákkal örvendezteti meg a játékosokat. A legbiztosabb megoldás tehát egy Windows 98-as virtuális gép, és ekkor is a játék mappájában lévő xconfigban pipáljuk ki a Save Direct Draw mezőt. Ha így sem indulna el, akkor egy bizonyos d3drm.dll fájlt kell letölteni, és a játék mappájában másolni, így már biztosan el fog indulni. Nos, az exziketlen grafikája igencsak vegyes. Ezt minőségre és megvalósításra is értem. Van itt minden a 2D-től az AL3D-n át a szinte teljesen 3D-ig minden. A legtöbb karakter ugyan digitalizált élőszereplős animációkkal operál, de a mellette feltűnő fiktív szereplők érezhetően eltérnek társaitól. Nem minden versenyszámban annyira feltűnő ez, de akkor is inkonzisztens egy picit. A helyszínek mai szemmel természetesen pixelesek és ocsmányak, de ha belegondolunk, alig egy évvel jártunk ekkor a Duke Nukem 3D után, tehát ez eléggé megszokott látvány volt akkoriban. Az eltúlzott animációk mókásak és szerintem direkt ennyire bénák, úgyhogy ezekre nem tudok haragudni. A csúcsmond egyébként Fred az Alien animációi, abban mindent beleadtak, azt tuti. A játék irányítása pofon egyszerű, igazából végig ugyanazt a két akciógombot kell csak használni a különböző funkciók eléréséhez. Maga az, hogy a játék hogyan reagál az iránygombokra, az játékmódonként különböző, tehát rá kell érezni vagy meg kell szokni minden egyes módot hogyan kell irányítani. Ezt, illetve a nyavajás triplaugrás leszámítva nagyobb bajok nincsenek az irányítással. A játékban a főmenün és a győzelmi zenéken kívül nem sok zeneszám hallható, de ami van, az korrekt bohókás, és a kornak megfelelően, nem is tudom, annyira 90-es évek multimédia játék hangulata van. A környezetben viszont nincs túl sok hanghatás, a legjobb élmény talán a falmászáskor a leeső dolgok különböző effektjei, ami picit idegesítő volt, hogy a verekedős részeknél a karakterek állandóan ismételt nyögései, azok nem minden esetben voltak szívmelengetőek, de egyébként nem rossz az egész. A játékélményt illetően bajban vagyok, mert az exdiketlen egy eléggé egyedi játék, nem nagyon ismerek hozzá hasonlót. Biztos, hogy van ilyen, de ez akkor is egy érdekes alany. Így hát csak is önmagához tudom viszonyítani, és így sajnos az egy trükkös póni kifejezés jut az eszembe. Elsőre tényleg mókás és néha megdöbbentők a bizarr versenyszámok, de ha lefejtjük róluk a szokatlan körítést, kiderül, hogy piszok egyszerű az összes, és legtöbbjét nem biztos, hogy még egyszer elő fogjuk venni. A labirintusos pályák például egész jók, hogy minden újrajátszásnál más és más a pálya, de például a roller derbynél mindig ugyanazokat a kanyarokat kell ugyanakkor bevenni, a műkorcsolyázás, platform kickbox és a gerelyelkapás pedig végeredményben ugyanaz a verekedés, csak minimális eltérésekkel, akárcsak a PC dobás és a tripla ugrás. Épp ezért a bajnokságot egyszer végigjátsza az ember, de utána szinte minden puskaporát ellövi a játék, még sajnos külön videói sincsenek a karaktereknek, tehát még ezért sem éri meg végigjátszani újra. A több játékos mód miatt korrekt kis parti játék lehet belőle, de sajnos még így sem hiszem, hogy túl sok ideig lekötne bárkit is. Összességében a Gooch Grandis Exdiketlen egy kifejezetten eredeti és bizarr játék, amihez hasonló elég kevés készült. Az újdonság varázsa miatt egyszer talán érdemes kipróbálni, viszont ez a varázs elég hamar elmúlik, és utána nem sok minden fogja a játékos újrajátszásra késztetni. Kár érte, mert látszólag a készítők elég sok munkát belefektettek az egészbe, de sajnos ebben az esetben a füst nagyobb, mint a lángja. Én ismét Ali voltam, köszönöm a megtisztelő figyelmet, legyetek jók, szevasztok!